Köszöntöm a Kertsport nézőit, én Szarva Zsombor vagyok, mai beszélgetőtársam Grünwald Attila, a KTH-u Bau csapatkapitány. Az első kérdésem az lenne, hogy hogy telt a karantén számodra? Üdvözlöm a Kertsport nézőit. Hát a karantén számomra legfőképpen edzésekkel telt, ugye általában délelőttönként megcsináltuk az erősítéseket, ez általában heti háromszor volt, és minden nap általában volt futás is, úgyhogy a karantén az nagyjából edzéssel telt. De több időt tudtál tölteni a családoddal is, nem hiszem Szegeden élsz, ha jól tudom. Így igaz, Szegeden lakom. Hát igen, a családdal azért így valamennyire tudtam tartani a kapcsolatot, de azért figyeltünk így egymásra, hogy nehogy elkapjuk egymást, nehogy lefertőzzük egymást. Már lassan 2 hete edzésbe vagytok. Hogy telnek az edzések eddig? Igen, ez már most lett a harmadik hétben, most fejeződik be a harmadik hét. Hát ez egy elég kemény időszak most számunkra. Szinte egy mini alapozást tartottunk, de hát ez nem is probléma, ugyanis az MB2-re szeretnénk készülni, a következő évben szeretnénk feljutni, úgyhogy erre szerintem szükség is van. Voltak-e már edzőmeccseitek esetleg? Hát azok nem voltak, csak edzésre töltöttük ezt a 3 hetet, aztán majd készülünk a következő szezonra. És ez mikor kezdődik, erről lehet már valamit tudni? Hát arról még sajnos pontosan nem tudunk, hogy mikor kezdődik majd a bajnokság. Mi szerintem június vége felé, vagy július elején elkezdjük az alapozást körülbelül, és akkor utána szerintem, hát augusztus elején szerintem azért el fog kezdődni a bajnokság. Te lettél az új szezonban a csapatkapitány, vagy te leszel az új szezonban a csapatkapitány, milyen felelősséggel jár ez számodra? Hát nagy felelősséggel jár, ugyanis hát ugye az edző és a csapat között egy ilyen hidat képezek tulajdonképpen. Én közvetítettem a csapat, illetve az edző között a megbeszélni való dolgokat, úgyhogy nagy felelősséggel jár szerintem egy ilyen rang. És teherként éled meg, vagy inkább motivál? Ez engem inkább motivál, és megtisztelő számomra, hogy egy ilyen neves klubnál egy ilyen címet tölthetek be. Voltál már korábban valahol csapatkapitány, vagy ez lesz az első alkalom? Hát így választott csapatkapitány még nem voltam. Volt már rajtam karszalag, de így, hogy első számú csapatkapitány még nem voltam másik klubomnál. Attila, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nektek pedig köszönjük, hogy megnéztétek a videót, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok, és én is köszönöm a meghívást!